10 napi rendi pontot tárgyalt Paks képviselőtestülete augusztus 19-én. A városvezetés a rendkívüli ülésen többek között módosította azt az önkormányzati rendeletet, amely az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a gyermekétkeztetésért, továbbá a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szól. A változtatásra 2022. június végéig nem volt lehetősége a testületnek. Azt követően a gazdasági bizottság már két ülésen is tárgyalta ezeket a térítési díjakat. Az egyrészt ugye a norma díjat, tehát az étkezéshez szükséges nyersanyag norma díjat, valamint a rezsiköltség díjat. Akkor döntött a gazdasági bizottság egy 10%-os emelésről. Azt követően viszont az ajánlattevők még kérték, hogy mindenképpen korrigáljuk fölfelé ezt a nyersanyag normadíjat, így a gazdasági bizottság korábbi döntése értelmében még 10%-kal megemeltük azt, és a képviselőtestület most ezt elfogadta, és az ajánlattevők is azt mondták, hogy akkor ilyen feltételek mellett tudják biztosítani a gyermekétkeztetést, és nyilván az idősek otthonában is kénytelenek voltunk emelni a térítési díjakat a meredeken emelkedő élelmiszer árak miatt. 82 pályázat érkezett idén a hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energiamegtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásra kiírt pályázati felhívásra, 72 hagyományos és 2 panel lakás felújításának pályázati támogatását hagyta jóvá a testület. Most már egyre több a hagyományos technológiával épült, tehát családi házas beruházás, amely az energiahatékonyságot növeli. Ezek a beruházások, és ugye a lakótelepen ezek a régi panelépületek már egy jó része, sőt, majdnem 95%-a már fel lett újítva, így ott már nyilván kevesebb az igény is. Tehát abszolút jó hírről tudtam beszámolni, hiszen szinte minden pályázatot sikerült támogatnunk. Antóni Józsefnét választotta a Humánpolitikai Bizottság elnökévé a testület, miután a korábbi elnök Ulbert Sándor lemondott tisztségéről, úgyhogy a jövőben a bizottság tagjaként kívánja folytatni a munkát. A DC Dunakom ZRT, a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT, a Paksi Közlekedési Kft. És a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságai is átalakultak. A személyi változások megtalálhatóak a paks.hu honlapon. A napi rendi pontokat követően az egyebek pontban Heringes Anita kért tájékoztatást a vízi közműszolgáltatók átvételével kapcsolatban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, hiszen a Mezőföld is egy olyan helyzetbe fog kerülni, hogy nem fogja tudni kifizetni a rezsiköltségét. Mi, mint önkormányzat, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy belerakjunk pénzt. Én mégis azt gondolom, hogy egy nagyon kemény tárgyalás előtt áll, polgármester úr, mert csak úgy ingyen odaadni az egyik legnagyobb vagyontárgyunkat, az a felélése a jövőnknek. Én eleve nem hiszek abba, hogy szabad eladni vagyontárgyakat. Én ezt jó párszor bele is álltam ebbe a kérdésbe, mert hiszek abba, hogy amilyen már megvan egy önkormányzatnak, az ugyanúgy működik, mint egy család, azt meg kell tartani. Paks polgármestere úgy reagált, nincs ok az aggodalomra, a vízi közműszolgáltatóknak, köztük a Mezőföld Víz Kft.-nek is, épp mentő övet nyújt az állam. Sajnos az elmúlt években is Paksváros önkormányzatának komoly tőkeemelésekkel, hát több 100 millió forinttal kellett kisegítenünk a Mezőföld Víz Kft.-t, a cégünket, egyébként az összes többi önkormányzatnak is, akik beletartoznak ebbe a társulásba, vagy a Mezőföld Víz Kft.-be. És most az állam részéről érkezett egy segítség, egy mentőv, amivel szeretnénk is élni, és meg fogom kezdeni a képviselőtestület felhatalmazása értelmében a tárgyalásokat, meg fogom kezdeni Magyarország kormányával, az állammal arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel venni át a Magyarország kormánya, az állam a Mezőföldvíz Kft.-t. Új helyi rendeletet alkotott a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő helyi partnerségi egyeztetésről Paks képviselőtestülete. Ezen új rendelet elengedhetetlen az új atomerőművi blokkok építésével kapcsolatos, további beruházások okán zajló egyeztető eljárások lefolytatásához.